Igen, hát látjuk azt, hogy még nem érett teljesen. Még a bajusz is zöld, úgyhogy esett az eső is mostanában, úgyhogy ez még fog nőni 2-3 kilót. Látszik azért a szélnek a nyoma is, hogy korábban volt itt szél, mikor kicsi volt a dinnye. A dinnyetermést szemrevételezi az egyik termelő Nagycserkesz határában. A községben körülbelül 50 család foglalkozik a termesztéssel, nagyjából 100 hektáron. Az idei betakarítás lassan elkezdődik, a gyümölcs érése megfelelően halad. A korábbi tapasztalatok szerint az elmúlt években hektáronként körülbelül 200-300 mázsát tudtak eddig betakarítani a földekről a nagycserkeszi termelők. Nagyon közel járunk már a betakarításhoz. Egy-két termelő már talán szedegetett is, vagy elkezdte szedni. Úgy látom, hogy körülbelül pár nap, egy hét kell körülbelül ahhoz, hogy szedni tudjuk, és nyilván onnantól kezdve folyamatosan szedjük és látjuk el a piacot. A magyarországi görögdinnye termés az előrejelzések szerint az idén mintegy 200 ezer tonna lesz, sárga dinnyéből 18 ezer tonna várható. A gyümölcsöt mintegy 5000 hektáron, sárga dinnyét mintegy 600 hektáron termesztenek. Az országos termés mintegy 70%-át Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adja. A termelők ugyanakkor nem örülnek az áruházláncok dinnye akcióinak, mivel ezek az árak a felvásárlási árakra is hatással lesznek. Természetesen nem örülünk neki, hogy ezek az áruházláncok ilyen hamar lenyomják az árat. Ugye elég sokba kerül a termelés, nem könnyű előállítani a termést. Nyilván meghatározza valamilyen szinten a piacot, hogyha egyes áruházláncok nyomott áron adják, tehát hirtelen zuhan le az ára a dinnyének. Bár a felvásárlási árakról még nem lehet beszélni, a piacokon jelenleg kilogrammonként nagyjából 150 forintos árakon lehet vásárolni a dinnyét. Az import gyümölcs a nagyobb bevásárlóközpontokban kilogrammonként 89 és 100 forint között kapható. Az eddigi tapasztalatok szerint a dinnye nettó felvásárlási ára a bruttó fogyasztói ár 25-30%-át teszi ki.